Ezek a viaszba formázott tárgyak jelképezik a visszafordíthatatlan időt, és emlékeztetnek az ország határon kívül rekedt kulturális, gazdasági és társadalmi kincsekre. Az Új világ született című vándorkiállítás a nemzeti összetartozás évére készült, de a járvány miatt csak 2021 őszétől indult országos körútra. Az első világháborút, valamint a trianoni békediktátumot bemutató installációt eredetileg a Várkert bazárban tekinthette meg a közönség. Farkas Sebestyén, a Terrorháza Múzeum történésze azt mondta, technikai okokból nem tudták a teljes kiállítást utaztatni, így ezekbe a tehervagon formájú kocsikba költöztették a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójára emlékező tárlatot. Már a világháború vége felé, 18-at követően rengetegen menekültek a Trianon utáni határokon belülre, viszont ezek számára nem lehetett hirtelen a semmiből új és új lakásokat, házakat építeni, úgyhogy több százezren kényszerültek ilyen vagonokban beleélni a mindennapjaikat. Volt olyan, aki 10 éven keresztül, tehát a 18-19-től egészen 1929-ig ilyen vagonban élt. A kiállítás megnyitóján Keresztes János színművész Fekete Borbál a népdalénekessel közösen idézték fel a korabeli írók és költők Trianonnal kapcsolatos gondolatait. Ulrich Attila alpolgármester pedig saját történetével is emlékeztette a közönséget a nemzeti tragédia mögött meghúzódó családi veszteségekre. Van családi vonatkozás, én ugye Ózról származom, és a dédnagyapámnak a testvérei mind kimaradtak az akkori Csehszlovákiában, és mi nagyon-nagyon sokat jártunk ki a 70-es években, a 80-as évek elején gyerekkorunkban a rokonokhoz, és ugye, ahogy elmondtam itt is, mi nem nagyon értettük az öcsémmel azt, hogy lehet az, hogy szigorú vámerendőzésen átmenve Csehszlovákiába, az emberek ugyanúgy magyarul beszélnek a határ túloldalán, de nyilván az ember, amikor felnőtt, ezt megtudta és megtanulta, azt gondolom, hogy kell mindenkinek erről beszélni, a helyén kell kezelni, nyilvánvalóan a tényszerűségét, és hát összetartoztunk, és össze is tartozunk. A tematikus egységekre bontott idézetekkel, fényképekkel és videókkal színesített tárlatot 2022 őszéig 18 megyeszékhelyen kéthetes időtartamokban tekintheti meg a közönség. Nyíregyházán május 9-től május 22-ig a Váci Mihály Kulturális Központ épülete előtt látható az installáció.